Üdvözlöm Önöket! Ismét itt vagyunk a Szótér adásában. Mai témáink: a Szegedi Kövér Béla Bábszínházban mindig történik valami. Sérült embereknek és hozzátartozóinak segít a Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány. A szőlészetekben már javában zajlanak a meccési munkálatok. Nézzenek bennünket! Köszöntöm a stúdióban Kis Ágnest, a Kövér Béla Bábszínház intézmény vezetőjét. Szia Ági! Szia! Kis Ági! Ugye téged mindenki így ismer, hogy a Kis Ági. Hát a színházról fogunk beszélgetni, először egy sajnos egy szomorú aktualitást meg kellene, hogy említsük, én azt gondolom mindenképpen megérdemli Mártika néni, ugye a Kövér Béla Bábszínház alapítójának, Kövér Béla bácsinak a kedves felesége, és most a napokban ő elhunyt. Igen, hát ő igazából szerintem a szíve lelke volt ennek a nagy, tágas családnak, amit Bábszínháznak hívunk, aminek egy időben te is erős tagja voltál, ugye? Sajnos elhunyt, most nem olyan régen, múlt hét szombaton, úgyhogy kiraktuk a fekete zászlót, és egy sajtóközleményt is kiadtunk. Hát nagy vesztesség ez, mert egyre kevesebb régi bábos van most már. Nyilván igyekszünk azon a nyomvonalon tovább haladni, amin ők elindultak. És az emlékét pedig megőrizzük, hát természetesen. Nagyon sok minden zajlik nálatok. Mindig van valami. Igen. Tehát egyszerűen most nem is tudom, honnan kezdjem, szerintem kezdte. Igen. Hát egyrészt nyilván megy az évad, ami eddig is ment mindig, általában 5 vagy 6 bemutató van. Most vasárnap volt a Borszám Jankó című előadásunk premierje, Szardár Tagirovszki rendezte, egy nagyon izgalmas kazanyi rendezőről van szó. Ám bár ő végzett egy báb stúdiót, de valójában ő prózai színházi rendező, úgyhogy ez neki egy izgalmas kaland volt ebbe a világba, vagy ebbe a műfajba. Nagyon élvezte, egy nagyon látványos, színes, szagos, csodás, mint egy Broadway műsor szerű produkció született meg. Most kezdjük el játszani bérletben. 2 produkció lesz most még az évad végén. 5. éves báb rendező szakos lány jön hozzánk, Fodor Orsolya. Egy igazi girl power előadás, mert minden alkotója nő lesz. Tehát a dramaturg, a zeneszerző, a tervezője is, ez Mara és a Pillangó fő címmel fog majd a közönség elé kerülni. Ez egy bullyingoló téma, csúfolódós téma, és hogy hogyan lehet azt aktuális, és hogyan lehet azt humorral, viccel végigvinni, illetve lesz egy felújításunk Móra Mese Birodalma címmel. Ez nekem egy régebbi rendezésem, de ez majd a következő évadba fog futni. Közben megy a Hány éves a kapitány program sorozatunk felnőtt előadásokkal, meg hát mindenféle projekteteket is viszünk természetesen, amit lehet. Aki követi a közösségi oldalakat, látjuk, hogy mennyi minden zajlik nálatok, és nekem föltűnt a napokban az, hogy nagyon-nagyon szépek a kis figurák, a bábok, hogy erre nagyon nagy hangsúlyt fektettek, úgy látom. Tehát a látvány, ez egy nagyon erős. Egyébként azt mondják, hogy a látvány sokkal jobban befogadod egyébként is, mint amit mondanak. De hogy ez erre most úgy érzem, hogy ti nagyon rámentetek. Hát egyrészt igen, bár én azt gondolom, hogy már a Kövér László alatt is ez elindult. Igen. Tehát ahogy a professzionális szintre lépett a maga Bábszínház és az intézmény, egyszerűen már jobban, tehát kapott egy olyan anyagi támogatottságot, hogy lehetett profi tervezőket hívni, és ez nyilván megadja azt a finom löketet, ami lehet, hogy pont hiányzott egyébként, mert nagyon képességes, nagyon tehetséges bábkészítők vannak a műhelyben. Hogyha megemlíthetem így a nevüket, Tóth Andrea, ő abszolút a műhely főnöke, szíve lelke nagyon régóta. Tóth Eszter új kollégánk, őt márciustól fogjuk fölvenni, neki ősztől van most egy betanulási időszaka, rettentően tehetséges. Akkor Kardosné Bajusz Andrea, ő alapvetően jelmez, ruha varró, de hát bábokat is készít, illetve Kis Attila Etel, aki külsős munkatársként a szcenikai, technikai dolgokat viszi, a festéseket és a faragásokat. Egy nagyon erős csapatról van szó, nagyon jól tudnak együtt dolgozni. Nagyon jó tervezőket is hívunk, nagyon izgalmasak a mai tervezők, azt gondolom, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy maga a báb műfaj egy összművészeti dolog, de a legerősebb vonala az a képzőművészeti vonal. Tehát a bábszínház az mindig erősen vizuális volt, marad és lesz is, úgyhogy természetes, hogy erre nagy hangsúlyt kell fektetni. Arról nem beszélve egyébként szerintem, hogy a mai gyerekeknek kell is ez. Szóval abszolút. Olyan inget kapnak, igen, hogy... Igen, több kell, mindig több kell. Persze néha pont, hogy le kell őket csendesíteni. Kicsit le kell minimalizálni mindent, hogy tudjanak fókuszálni dolgokra, de mindenképp meg kell támogatni ezt a fajta ingert is náluk.
Két dolog volt, ami még nekem feltűnt kicsit újításként, bár ez is ment már a Laci idejében, csak talán nem ilyen aktívan. Egyrészt az, hogy élő szereplők vannak a bábok mellett, a másik meg ugye a felnőtt előadások. Igen. Hát, hogyha viccesen fogalmazhatok, akkor azt kell mondanom, hogy most már egy jó ideje zajlik egy bábos evolúció, kilépünk az óceánból, vagy nem is tudom, hogy mondjam, kiléptünk a paraván mögül, kiléptünk a báb mögül. Valójában ez elég régóta zajlik már a bábos világba, Szegedre egy picit később ért ide ez, de most már egy jó pár éve itt is így van. Egyszerűen egy nagyon izgalmas értelmezési mezőt nyit meg az, hogyha a bábos nincs eldugva a paraván mögé. Mert egyszerűen a viszonyrendszer a mozgató és az object, vagy a mozgatott tárgy között, mert ugye nem csak a báb az, ami báb, ami egy konstruált szerkezet, hanem lehet az egy tárgy is, vagy bármi. Ott köztük a viszonyrendszer nagyon sokféle lehet. Most mondok egy példát. Áprilisban jön hozzánk egy vendégelőadás, pont felnőtt, csak hogy csatoljam gyorsan a felnőtthöz is. Az időnk rövid története címmel. Négy idős emberről szól, akik elmennek a legjobb barátjuk temetésére, és a hanvait elviszik a tengerhez. És a mozgatók fiatal emberek, és róluk készült egy öregkori vélt, valós, öregkori báb, és gyakorlatilag ugyanolyan ruhában vannak, és egy picit replikáznak is egymással, és egy nagyon izgalmas, finom értelmezés nyílt ki ettől, mert olyan, mintha az ő a lelkük még fiatal lenne, hiszen hogyha magamra gondolok, én is néha úgy érzem, hogy 6 éves vagyok, vagy 10, és nagyon furcsa, hogy atya úristen, már 45 éves vagyok. Szóval, hogy minden ember valahogy ezzel nagyon könnyen azonosul, én azt hiszem, hogy nem éli meg mindig a valós életét, vagy bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációban más-más életkorba definiálja magát, vagy látja magát. Ezért ez a lehetőség, hogy kijöttek a paraván mögül a bábosok, és mondjuk például a Borszám Jankó bemutatónkon, ott a bábosok egyfajta világmindenség tervezői, rendezői, miközben mozgatják a bábokat. Ennek is rengeteg olvasata van. Ahogy elrendezik a bolygókat, a világmindenségbe lévő rendet fenntartják, közben lelket lehelnek ezekbe a kis lényekbe, ezekbe a kis szereplőkbe, meg is mozgatják őket, de mint az asztronauták, irányítják, vezetik is őket. Szóval, hogy ettől nagyon sok olvasata lesz egy előadásnak, több rétegű, és azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog befogadói szempontból, tehát a nézőknek is, másrészt pedig a rendezőknek kinyit egy csomó olyan játék lehetőséget, amit egy paraván beszorít. Azzal együtt elég nagy kockázata van, mert ez a bábszínház, ez gyakorlatilag az első perctől kezdve iszonyat tömegekkel működik, tehát mindig tele volt gyerekkel. Tehát itt az a sose volt gond, hogy nem mennek az előadások. Most ezt egy picit megpiszkálni, tehát tudod, ez a járt utat a járatlanért. Ez nem járt út járatlanért, mert amiről beszélünk, ez mondjuk 30 év, amiről beszélünk. Tehát, hogy már a mi... folyamatosan szépen kialakult, igen, eljutott tehát idáig. Tehát a többi városban ez már 30 éve így megy. Ez nálunk csak azt mondom, hogy itt baromi jól ment ez a klasszikus értelembe vett bábszínház. Egy ideig. Kinőttek már. Már az én generációm sem ez a generáció. Szerintem már itt is, én datálni tudom, ez már egy 20 éve nincs itt sem. Tehát, hogy ez már, itt már a szegediek és a szegedi nézők is szocializálva vannak arra, hogy ez változzon. És egy 20 évvel ezelőtt, hogyha visszakotrok így az emlékeimbe, visszatekerem, már akkor bőven voltak olyan előadások, sőt, a 90%-a már akkor is ilyen volt. Uh-huh. Tehát ez nyilván mások a léptékek, de azért 20 év az 20 év. Uh-huh. Lehet, hogy pörög az idő nagyon. Így van. Lehet, menni kell a világgal. De menni kell a világgal. Na most ti nem csak színházban vagytok, ti kiléptetek gyakorlatilag a színházból, és ott vagytok a város utcáin, fesztiválakon, mindig mindenhol ott vagytok. Igen, szerencsére. Egyrészt szerintem ez nagyon fontos, hogy jól kommunikáljunk, és tudjunk kommunikálni. Tudjunk kommunikálni a sajtóval, tudjunk kommunikálni nyilván a fenntartóval, a többi társintézménnyel, de leginkább nyilván a közönségünkkel, akik gyerekek, felnőttek, épp úgy az életkor jólót nyitni kell. Amikor beadtam az igazgatói pályázatot, akkor ez egy nagyon erős pontja is volt a pályázatnak, hogy szeretném, hogyha minél több irányba csatornázódnánk be. Ez ugye 2020-ban be. Volt. 2020-ban volt, igen, 2020 januárjában adtam be, és júliustól vettem át az igazgatói széket, Kövér László pedig nyugdíjba is vonult utána, és
akkor ezt nagyon erőteljesen elindítottuk. Ez egyébként jellemző a többi bábszínházra is, tehát a szegedi, sajnos azt kell mondjam, hogy nagyon el volt maradva szakmailag, miközben azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó szakemberek dolgoznak itt, szóval azzal nem volt baj. Valószínű, hogy volt egy fáradtság már. Fáradtság már a vezetés szempontjából, lehet, hogy jó lett volna egy művészeti vezetőt felvenni, aki egy kicsit belobbantja az egészet, egy katalizátorként elindítja egy más irányba a bábszínházat, mert mindig meg kell újulni. Mindig meg kell újulni, mindig újra kell definiáljuk önmagunkat, és mindig el kell gondolkodnunk arról, hogy kinek játszunk. Kinek játszunk, mit akarunk adni, mit akarunk közölni. És ennek ez egy nagyon fontos pontja, hogy lássunk és láttassunk. És hát nyilván egy indirekt reklám is, de ez már inkább csak a rejtett része. Leginkább fontos része az, hogy megmutassuk a műfajnak a sokszínűségét. És ehhez kell az, hogy kimenjünk a Tiszapartra, kimenjünk akár a színfesztiválra, csináljunk egy szinkópé fesztivált, ugye, vagy mondjuk egy könyvhetet nyissunk meg. Van még valami olyan tervetek, amit nagyon-nagyon-nagyon szeretnétek megcsinálni, és akár most a Covid miatt nem sikerült, vagy egyszerűen még nem jött el az ideje, de majd most? Valójában én azt gondolom, hogy most nagyon úton vagyunk, és mindent valamilyen szinten elindítottunk már, amit szerettünk volna. Egyetlen egy dolog van, de én azt gondolom, hogy az embernek végig kell gondolni, hogy mik a rövid, a közép és a hosszú távú céljai, mint igazgató, mint művészeti vezető, aki ugye nálunk Schneider Jankó, illetve az intézmény merre kell, hogy menjen, és ezeket a célokat egyszerűen össze kell fésülni. Mondok például a Szinkópé Fesztiválunkhoz, amikor zenekarokat kezdtünk el keresni, csináltunk egy online kérdőívet, és a szegediekkel szavaztattuk meg, hogy mit szeretnének hallani. Mert én kitalálhatok bármit, ami szuper jó, de meg kell ágyazni ahhoz, hogy pár év múlva már hozzak egy olyan nevet, akit lehet, hogy ők nem ismernek, de ha meghallgatják, akkor imádni fogják és jönnek legközelebb is, de ahhoz kell, hogy előtte olyanokat kapjanak, akiket ők várnak, szeretnek, és ott legyenek. Ezt mindig össze kell harmonizálni azzal, hogy klappol-e a koncepcióhoz, az alap teljes koncepcióhoz, nyilván a büdzséhez, hiszen azért a gazdaságosság egy fontos szempont, és ezeket végig kell vinni. És van egy hosszú távú célunk, ami valójában ez még nem indítódott el, bár már elkezdtük egy picit finoman építgetni, ez pedig az, hogy nagyon kellene keresnünk egy új helyet. Egy új helyet kell keresnünk. Kinőttétek? Kinőttük. Ezt szerintem már nagyon rég kinőtte a Bábszínház ezt a helyet. A pici kamaratermünk, az egy rettentő pici, ez egy szoba, és a nagy termünk, ami 120 férőhelyes, és egy ilyen, hát cirka 5x6 méteres a színpadunk, az annyira picike, ezt úgy lehet elképzelni, hogy mondjuk a többi bábszínházban a kamaraterem ekkora. És ez azért nagyon-nagyon probléma, mert egyrészt nehéz ide tervezni, mert nincsenek járások, mert az egyik oldalon fal van. Tehát ott nem tudnak kimenni a színészek, úgyhogy csak hátulról, vagy a rendező jobb oldalról tudnak bejönni. Ez egy nagyon nagy probléma tervezés szempontjából. Másrészt nem tudnak akkorát nyitni a tervezők, hiszen nincs mivel dolgozzanak, nincs elég space, hogy beépítsék ezt, szokatlan nekik. A harmadik, ami nagyon fontos, az, hogy amikor egy-egy produkciót elviszünk egy fesztiválra, és most kimondottan szakmai fesztiválra gondolok, ami a Ciruka Bábszínházban Kecskeméten van két évente, ott a nagy terem az körülbelül 6-szor vagy 8-szor ekkora. Na most egy ekkora produkció, amit mi létrehozunk a nagy terembe, és betölti az egészet, és egy ilyen csőbábszínházként, kis kukucska bábszínházként szuper jól funkcionál, az egy ekkora térben elveszik. Ugyanis egy ekkora térben egészen máshogy kell beszélni, hát mint máshogy a rendes kell színházba gyakorlatilag. Ez is rendes színház, csak hogy egy nagy prózai terepen, és elveszik, és egyszerűen nagyon sokszor a sikertelenségnek az az ok, hogy nem tudják, hogy hogyan játszanak egy akkora óriási színpadon, mert közben a díszletet nem lehet széthúzni. Ez az egyik része, és a fordítottja pedig az, hogy nem nagyon tudunk hívni produkciókat, mert nem férnek be. Igen, és ez nagyon nehéz, úgyhogy be van határól, vagy kiket tudunk hívni. Úgyhogy az egyik távlati cél az ez. Nagyon szeretném, ha annak lenne közösségi tere, hogy még inkább becsatornázzuk például a kismamákat. Egyre nyitottabbak szerintem a mai szülők arra, hogy a gyerekeknek programokat adjanak. És hogyha ott minden nap tudna lenni egy kis nyüzsi, találkoznának velünk, akkor ott sokkal könnyebb lenne szocializálni őket arra, hogy az az első lépcsőfok, a következő, hogy kisovodásoknak, kisiskolásoknak, és szépen lépegessünk föl, becsatornázva a nagy színházat, és aztán akár felnőtt előadásokat is nézzenek nálunk, épp úgy, mint a nagy színházba. A másik pedig az egy ilyen,
Hát az egy közeli cél, nincs még nyilvánosságra hozva, de akkor most itt ez lesz az első alkalom, hogy nyilvánosan is elmondjuk. 75 éves ebben az évadban a Bábszínházunk, úgyhogy ki akartunk adni decemberben egy könyvet, de a Covid azért ezt így rendesen felülírta, viszont nyáron ezt meg fogjuk tenni, összerakunk egy 75 éves gyönyörű könyvet, úgyhogy már nagyon folynak a tárgyalások. Még nem áruljuk el a neveket, hogy kik fognak dolgozni, ki lesz az író, költő és ki lesz az illusztrátor, de nagyon neves szakemberekről van szó, tehát tényleg olyanok, akik a gyerekirodalom topjai most Magyarországon, és hát nem, nagyon reméljük, hogy egy csodálatos könyvet tudunk a szegediek, illetve a szakma könyvtárak és a színházintézetek kezébe adni. Hú, hát ez nem kevés. Nem. Köszönöm szépen, Ági, el is engedünk, mert tudom, hogy megint mész valahova intézni, úgyhogy köszönöm szépen, és nagyon jó munkát kívánok. A szőlészetekben már javában zajlanak a meccési munkálatok. A Magyar Kanizsai Info TV riportját látják. Bálint Ákosék szőlészetében már javában zajlanak a meccési munkálatok. Ők előmeccést is végeztek a tőkéken, most már a második meccésen dolgoznak. Elektromos metszőollóval metszett ott jártunk kor a termelő, ami nagyban megkönnyíti és gyorsabbá teszi a folyamatot. Mivel az időjárás mi engedi, mi új év után már, ahogy az eső meg a fagyok engedték, még egy-két kis hó is, elkezdtük a meccést. Mi kétszer meccünk, ami a szőlőt illeti, csinálunk egy előmeccést, és aztán jobban átlátja a metsző a kordont, a kart, a csapokat, és minőségesebben tudjuk mecceni a szőlőt, meg ugye gyorsabban is. Mikor ősszel megáll a vegetáció, a szőlőnek a veszélyei benne vannak ezekben a vezető drótokban, úgy ott kordonról sövényre vannak vágva, és akkor ezeket a vesszőket egy bizonyos szinten 4-5 szemre levágjuk. Kihúzgáljuk a drótok közül, és akkor mindahogy itt látszik a hátunk mögött egy ilyen kusza csapos karok vannak, és ezeket aztán másodjára alakítsuk, azt a csapot hagyjuk meg, amelyik legjobban benne van a kordonban, legjobban ígérkezik rajta, tehát kifejlett, erőteljes, és tehát hogy minél több termésünk legyen aztán, de minél több, tehát hogy rendes termésünk legyen. Mi egyformán metszük a fehéret is, és a kékszőlőt is. Vannak többféle meccési típusok, vannak többféle kordonok, mi ezt a Mózer kordont alkalmazzuk a fehérre is, és a kékszőlőre is. A jelenlegi időjárási viszonyok nem éppen megfelelőek a tőkék fejlődésének szempontjából, hiszen a magas és ilyenkor szokatlan hőmérsékletnek köszönhetően hamarosan kifakadhatnak a tőkék. Hát az igazság, hogy februárban még fagynak kéne lenni, ezzel szemben pedig 12-3 fok van most per pillanat, és jó lenne, hogyha a január-február a fagyról szólna, és aztán pedig megindulna a vegetáció. Félünk attól, hogy majd idő előtt elindul, és akkor a koratavaszi fagyok majd kárt tehetnek a szőlőben. Hát a kártevők a tőkéken, a fáknak a háncsain ugye áttelelnek a kérgen, a repedésekben. Ezért is jó lenne egy 2-3 hetes nagy mínusz 8-10 fok, akkor ezeket megtizedelni, ugyanúgy, ahogy a rákcsálókat is. Tehát ennek böjtje lesz majd, hogy ilyen enyhetelünk van, mert a kártevők ellen majd nem tudunk mit kezdeni, védekeznünk kell. A termelő hozzátette, hogy a legideálisabb az lenne, ha csak március végén, április derekán kezdenének el fejlődni a szőlőtőkék rügyei. Köszöntöm a stúdióban Szabó Tamást, a Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány munkatársát. Szervusz Tamás! Üdvözletem, köszönöm a meghívást! Mi köszönjük, hogy itt vagytok, mert hogy még soha nem voltatok nálunk az alapítvánnyal. Egy kicsit mesélj, légy szíves, miért alakult meg ez az alapítvány? Mi a fő célotok, mivel foglalkoztok? A fő célunk az rehabilitáció, mivel az én nagybátyám az egy autóbalesetet szenvedett, és ezért is egy kómás állapotba került. Ez részletesebben is le van írva például a honlapunkon, hogy miket élt át,
és ezért gondolta, hogy létrehoz egy ilyen alapítványt, ami a rehabilitációval foglalkozik. Tehát itt arra van szó, hogy ő végigélt egy utat, amiből sikeresen igen. fölépült, és tulajdonképpen ezt az utat próbálja megmutatni? És próbálja átadni másoknak, és próbál segíteni mindenkinek, ugye. Ezt hogyan teszitek most meg, mert ugye többen vagytok itt? Igen. Sokrétű az alapítványnak a, hogy is hívják, tevékenységi köre, igen. Fő célunk a rehabilitációhoz, tehát gyógytornál, valami gyógytornál, kedvezményes gyógytornát. Mivel a piaci alapon nagyon nehéz, nagyon drága a gyógytorna, ezért mi alkalmazunk pár gyógytornást, aki kedvezményesen a rászorulóknak megadja ezeket a rehabilitációs dolgokat, amikre szükségük van. Jól tudom, hogy például munka lehetőségek után is néztek a megváltozott munkaképességűek? Igen, mert a fogyatékkal élőket is próbáljuk segíteni. Például ilyen bulikat szervezünk, vagy ez a Csak azért is buli, ami a Csak azért igen, is... Igen, azt is akartam. Ja, igen, én mindig gyorsan előre vágom azt. Mert sajnos igen, most is lett volna februárban egy ilyen bulink, de elmaradt így a koronavírus, most ez a újabb hullám, ez megint hatott ránk. És sajnos elmaradt ez ilyen. És ezt a munkában segítés, ezt úgy képzeljük el, hogy szétnéztek a munkaerőpiacon, és akkor próbáltuk abban segíteni, hogy hol keresnek esetleg megváltozott munkaképességűeket? Nem munka lehetőséget, hanem nálunk ilyen, hogy is mondjam, ilyen vászontáskák festésével is foglalkozunk. Ja, értem, tehát hogy ti adtok munkát. Mi adunk, lehet, hogy nem is pénzért, vagy nem is állás lehetőség, hanem oda jönnek, megcsinálják a táskájukat, aztán... Ez valamiféle sikerélmény. Sikerélmény, aztán is, és ugye ezt értékesítjük is. Aha. Vagyis gyakorlatilag úgy működik ez a dolog nálunk, hogy adományt fogadunk, és ezért kapnak egy táskát. Emlékszem, valami hasonló volt, mikor találkoztunk a színen, ugye nyáron kint voltak Tamásék a színen. Igen, ezzel próbálkozunk, mert ez nekik jó élmény, nem lesz belőle nagy profit, meg hasonlók, de kimozdulhatnak otthonról, főleg ebben a koronavírusos helyzetben nagyon... Hát most gondolom, ez benneteket is nagyon bezárt. Igen, főleg, hogyha valaki, például én is januárban elkaptam a koronavírust, és akkor az egész irodát be kellett zárnunk, és akkor nem is tudtunk semmit csinálni, mert vigyázni kell, halmozottan beszélyeztetettek, ugye. Mennyien vagytok ebben az alapítványban? Mennyien dolgoztok? Hogyha főállás, akkor az pár fő, egy három főről lehet szó, de rengeteg az ilyen önkéntesünk, vagy megbízási szerződéssel van nálunk, vagy csak a cégekkel is kapcsolatban vagyunk, vagy például most ilyen adományokat, önkormányzatokkal is egyeztettünk, hogy eljuttattunk ilyen ruhaadományokat különböző önkormányzatokhoz Szeged környékén, szóval ezekkel. És mennyire széles ez a kör, akik hozzátok járnak? Most itt nem a munkatársakra gondolok, hanem akiken próbáltok segíteni, mert azt olvastam a honlapotokon, és ez tök jó, hogy ti a családtagokkal is foglalkoztok. Tehát a sérült emberek családtagjaival azért fontos. Ez is nagyon fontos. Fontos, ugye? Mert ők átélik ezt a helyzetet nagyon közelről, és akkor sokkal nehezebb nekik. Uh-huh. Csak én mindig azt mondom, hogy azért őket is, nekik is tenni kell, a családtagoknak is, meg nekünk is, meg mindenkinek meg kell próbálnia egy picit kimozdulni a komfortzónánkból. Türelemre inted az embereket talán? Igen, mert az a baj, nem tudják az emberek, hogy segíthetnek. Még hogyha akar valaki segíteni, akkor se tud. Egyébként ez tényleg így van. Tehát ez saját tapasztalat is, hogy az ember lát egy mondjuk gyengén látó embert az utcán, és ugye nem tudod, hogy most akkor jobb, ha átkíséred, jobb, ha nem, azért ezt még nagyon kell tanulnunk. Én azt mondom mindig, hogy inkább kérdezzük meg, hogy miben segíthetünk, ha akarunk segíteni. A családtagok mennyire vannak veletek, akár napi kapcsolatban, vagy közel hozzátok? Mennyire ismeritek őket, akkor így kérdezem. Ők önkénteskednek nálunk. Például van egy sérült önkéntesünk, akkor a családtagja is eljön, és ő is csinálja mondjuk a táskákat. Vagy a díszítés. Például volt olyan dolog, hogy karácsonyra ilyen idősek otthonának csináltunk ilyen kopogtatókat, meg ilyen karácsonyi díszeket együtt. Ilyen családi légkörbe gyakorlatilag. Most gondolom, hogy például egy idősek otthonában nagyon örülnek nektek, de mi a tapasztalatotok azzal kapcsolatban, hogy mondjuk ha az utcán találkoznak sérült emberek, vagy megváltozott munkaképességű emberek egészséges emberekkel? Tehát hogyan kooperálunk mi a kevésbé egészséges emberekkel?
Mi a tapasztalat? Az a legnagyobb probléma, hogy sajnáljuk őket, és akkor ez látszik rajtunk, és ezt ők megér, ugyanúgy átélik, hogy hú, most megint lesajnáltak engem. És a lesajnás, meg a sajnálás azért nem ugyanaz. Igen. Igen, csak ezt nehéz elkülöníteni, hogyha hirtelen ránéz valakire. Aha. Meg azt se szeretik például, hogyha meg tudnak csinálni valamit, akkor ők meg tudnak csinálni. Most, hogyha beleszólok, hogy ezt máshogy kéne, meg tudja oldani. Szerintem. Hát igen, csak igen, megint, amit az előbb beszéltünk, ez nem feltétlenül derül ki, de valószínűleg itt kell a türelem, ugye? Igen, a türelem, az nagyon fontos, az a legfontosabb szerintem, hogy meghallgassuk, hogy éli át ezt a helyzetet, ami neki van. Mert... Most van nektek, ez nekem nagyon tetszik, ez a csak azért is mozgalom. Ez már nevében is benne van, hogy ez egy ilyen... Csak azért is, csak azért is ez mit akar? Ez ugye olyan fiatalosan hangzik, ez inkább a fiatalokra vonatkozik? Hát, hogyha a bulit nézzük, akkor igen, mert... Megpróbálunk tényleg még a fiatalokat is megszólítani, nem csak az idősebbeket, de ehhez hozzátartozik, hogy a családokat is. Ugye ez a fő cél, ez a buli. Aha. Mert hogy jó, azt se úgy kell képzelni, mint egy rendes diszkót, vagy valami hasonlót, hanem hogy egy fogyatékkal élők és az épek együtt tudnak bulizni. Mert hogy a fogyatékkal élők nem tudnak adott esetben elmenni egy olyan helyre, nincs olyan hely, például Szegeden, körülbelül egy-két hely van, ami akadálymentesen használható. Tehát már az is, hogy akadálymentes. Igen, nem igen. Csak az, hogy ugye el kell fogadni a kevésbé épeket, hanem még az akadálymentesség igen, is probléma. És például volt olyan buli, nem mostanában, hogy minden egyes ép ember fölvett vagy egy kendőt a szemére, vagy egy tolókocsiba kellett ülnie, és egész bulit úgy kellett végigcsinálnia. Igen. És ugye próbáljuk a fiatalokat is bevonni ilyen közösségi szolgálatosok, hogy jöjjenek együtt, és akkor próbáljanak bulizni, vagy jól érezni magukat. Nagyon klassz dolgot csináltok. Van-e még olyan tervetek, amit nagyon szeretnétek kivitelezni így a közeljövőben? Vagy jó ez így, és örültök, ha ez így megy? Ugye ez a forráshiány, meg a hasonlók miatt nagyon nehéz tervezni a jövőre. Nagyon-nagyon nehéz. De néha kreatívnak kell lenni. Azt mondom, hogy néha az is segít, hogyha meghallgatunk valakit valamiért, és akkor utána egy pici segítséget adunk, nem is kell, nem is biztos, hogy a legnagyobb segítség kell, nem is mondjuk, hogy pénzbeli adomány kell valakinek, hanem lehet, hogy pont egy bizonyos ruhára van szükség, ezt lehet, hogy van pont nálunk. De azért az 1%-ra gondolom nagyon nagy szükségetek van, úgyhogy a nézőknek mondom megint már nem először, hogy az 1%-okat nagyon szívesen várják, például a Horizont Alapítvány is, gondolom. Igen, az is nagyon fontos, igen. Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, további jó munkát kívánok nektek, meg sok bulit, és ha máshol nem, akkor a színen találkozunk. Június 24-én azt meg akarjuk tartani. Oké, okay, köszönöm. Biztos. Mézes kalácsokat készítettek a martonosi iskolások a hetet hét napok keretében. Nézzék meg a Magyar Kanizsai Info TV riportját. Mézes kalácsokat készítettek a martonosi iskolások a hetet hét napok keretében. A programot két hetente szervezik meg. A falu hagyományaihoz köthető témákat dolgoznak fel, most a Bálint nap került terítékre. Jó hangulatban készültek és szépültek a kisebb-nagyobb mézes kalács szívecskék. Tevékenységünkkel a népszokásoknak a megtartását céloztuk be, azzal, hogy a mindennapi életben, gyors, rohanó életben elmegyünk a néphagyományok mellett, ezért úgy gondoltuk, hogy a gyerekeinknek bemutatjuk ezeket a népszokásokat. Mert képzeljük el, hogyha ezek a népszokások egyik pillanatról a másikra kihalnának, nem tudnák a gyerekeink, hogy farsangkor be kell öltözni, fánkot kell sütni, vagy hogy húsvétkor meg kell locsolni a lányokat, hogy ne hervadjonak el. Ezért gondoltam, hogy a fiatal nemzedéknek átadnánk a tudást, a szokásokat, mert fontos az, hogy honnan jöttünk. Tehát a gyökereink nagyon fontosak, a szokásaink is nagyon fontosak, és hogy tovább fejlesszék ők, amit mi átadunk nekik. Egy nagyon lelkes kis csoporttal szoktam dolgozni, 15-20 fős tanulókkal, akik mindenre vevők,
Most is a Valentin napi szíveket készítjük el. Igaz, hogy nem hagyomány, de mi bevezetjük ezt a hagyományt is. A gyerekek nagyon szeretnek jönni, tehát két hetenként vannak foglalkozásaink. Készülünk legközelebb a nőnapra, ahol tulipánvirágokat fogunk készíteni, a húsvétra, ahol nyuszikat, csibéket, tojásokat készítünk, hímes tojásokat. A hetet hét napok már régóta jelen van a helyiek életében. Kisebb csoportokban igyekeznek dolgozni annak érdekében, hogy a fiatalok minél minőségesebb oktatásban részesüljenek. Tehát ezzel az a célunk, hogy minden hónapban, vagy amikor hogy sikerül, tehát valami tartalmas foglalkozást biztosítsunk a gyerekeknek. Tehát szeretnénk a faluból valami részleteket bemutatni, ugyanúgy, mint most ez a Valentina alkalmából. Ez nem igazán a falunak az ünnepe, de gondolom mi is átvettük, de az igazi a mézes kalás, tehát ami már Martonoson már nagyon régi hagyomány, tehát többféle formában, régen csak az egyszerű mézes kalás volt, ma pedig már mostan eljutottunk a mézes szívig, és mindenféle állatfiguráig díszítéssel, meg most belevágtunk ebbe a szakkör, Magyarország kormányának a támogatásával bevállaltuk a mézes kalácsot, a vesszőfonást, hímzést, csipkeverést, és itt is egy nagy segítség a mézes kalács részéről, mert tehát videók vannak hozzá, új technológia, és akkor egy kicsit két más környezetben is hozzá tudunk tenni, hogy más népeknél hogy zajlik. Hasonló, de mindig van valami új és finomabb, szebb, és próbáljuk mink is beletanulni. Hát inkább a gyerekeket céloztuk meg ebben, hogy a szülőket egy kicsit felszabadíjuk az otthonról, viszont elejében úgy gondoltunk, hogy sok gyerek, de viszont arra rájöttünk, hogy ez a 10, maximum 20-as létszám, ez bőven elég ahhoz, hogy tartalmas munka legyen, ők is oda tudjanak figyelni, viszont az oktatónak maradjon ideje a rendet fenntartani, és legyen ideje átadni a technológiát és bemutatni, hogy saját maguk is el tudják készíteni, és részt vegyenek benne. A Martonosi Testvériség Művelődési Egyesület következő programja a farsangi felvonulás lesz, ahol kicsik és nagyok egyaránt elijesztik majd a telet. Köszönöm, hogy velünk voltak ebben a fél órában. Tartsanak velünk két hét múlva újra. Viszontlátásra!